Akik ismernek Pécset, azok tudják, hogy legalább 15, de talán 20 éve is próbálom elérni, hogy legyen a pécsi zenekaroknak egy állandó, nívós, könnyű zenei klubja. Nyár elején, 2013 nyár elején ide tévedtünk teljesen véletlenül a Szalaízba, majd öt teltházas koncertet adtunk, és utána főnök úr, Szalai Sándor úr azzal a dilemmával állt elő, hogy mi legyen, bezárjon, vagy mit csináljon. Ugyanis mi tudjuk, és valljuk be, és ez nem titok, Pécs belvárosának, különösen estélete, az gyakorlatilag halott. Hogy ennek mi az oka, ez nem az én tisztem eldönteni, vagy vitatni, bár lennének tipjei. Én akkor azt mondtam neki, hogy meneküljünk előre, a menekülést idézőjelbe kell érteni természetesen. És próbáljuk meg megvalósítani azt, amit én 15-20 éve hajtok. Csináljunk egy olyan nívós könyvzenei klubot, amelyből talán nincs több, vagy nem lesz több Pécset, vagy ha van is hasonló, ami nem volna baj, akkor legyen egy igazán ennek a műfajnak. A műfaj alatt én úgy értem, hogy a blues és a társ műfajai, ugye ez egy nagyon széles zenei palettát ölel föl, és hála Istennek Pécset büszkélkedhetünk azzal, talán az országban egyedülállóan, hogy a főváros kivételével, hogy legalább 15-20 olyan portás könnyűzenei formáció él is működik Pécset, akikkel bőven meg lehet tölteni egy ilyen klubnak a programját. Sokszor szoktam példának említeni a chicagói klubokat, ahol 2000-ben jártam, és expedíciót folytattam, én így hívtam, legalábbis a könyvet, amit arról írtam, így neveztem el. Forgattam róla egy filmet is, és valahol mindig a lelki szemeim előtt az volt, hogy miért nem lehetne egy ilyen klubot itt nyitni Pécset, hiszen ez egy nagyváros, és egészen biztos fellendíteni valamilyen szinten egy idő után a város turisztikai forgalmát, vagyis turisztikai vonzerő generáló hatásra lenne. De legfőképpen példaképpen szoktam felhozni a tőlünk 230-40 km-re lévő zentai Mojo klubot, ami Vajdaságban van, amely ma bátran állíthatjuk Közép-Európa legrangosabb blues, rock, jazz klubja. Nem is könnyű oda bejutni. Mi körülbelül 18 éve járunk oda, abban megtiszteltetésben részesültünk, hogy átlag két évente fölléphettünk ott. Láthattuk, hogy ott hogy működik egy jó klub. Láttuk, hogy milyen a közönség igénye, befogadókészsége. Örök emlék maradt számunkra, hogy Ed Davis barátunkkal többször felléphettünk ott. Egy ízben 2001-ben a chicagói világhírű harmonikás énekessel, Sugar Blue-val is. Én azt szeretném, a Pécset is valami hasonlót meg tudnánk valósítani. Erre persze áldozni kell. Áldozni kell pénzt, időt, hozzáállást és szemléletet elsősorban, hogy ezúton szeretném fölhívni mindazoknak a figyelmét, akiknek a szívügye lehet, vagy tudna segíteni abban, hogy megvalósuljon itt ez a Blues Jazz Club, hogy tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy együtt tudjunk működni.